Rendben. Oké, nem is húzom az időt, kérdések és hozzászólások, erről lesz szó ma, úgyhogy amennyiben van kérdés, akkor azt nyilván megírhatjátok itt most úgy, mint egy hozzászólást, hogyha pedig nem lesz, akkor egyszerűen én csak rátérek azokra a kérdésekre, amiket így összegyűjtettem a hét közben. Igyekezni fogok válaszolni mindegyikre komolyan, úgyhogy megkísérelem. Még annyit hozzátennék, hogy ha megosztanátok ezt a linket, és lájkoljátok a livestreamet, az nagyszerű, mert nagyon jól működött a múltkorinál, a Notre Dame-os dolognál, azt rengetegen látták, úgyhogy az szuper lenne, hogyha az menne. Na, belefér. Na, mutatom a kérdéseket. Azért azokat a kérdéseket mutatom meg, amik általában felmerülnek többször, mert ezeket akarom inkább lerendezni. Olyan dolgok, amik visszatérő, pillanatot hagyj kérjek csak, amelyek visszatérő kérdések, vagy nem is tudom, hogy miért nem figyelnek az emberek, és többször el kell mondani, de itt van például az egyik. Oké. Azt kérdezik, hogy ez György, ki vagy te tulajdonképpen, írjál magadról, nagyon adventista Jehova tanúi áthallás van zsidó felhangadó beszédetben, és a másik quattro azt írja, hogy nem mindegy, ugye én azt írtam, hogy nem mindegy, azt írta, hogy nem mindegy, és hogy igaza van, hogy kibújtál a kérdés alól, és én is megkérdezem, ki vagy te, mivel foglalkozol ezen kívül, miből élsz az infóban vagy csatornában. Oké, én ugyanazt tudom mondani, amit már ott is mondtam. Igazából nincs senkinek semmi köze ehhez. Oké, én se kérdezgetem senkitől, hogy mit csinál, miből él, vagy ilyenek. Nem azért, mert egyszerűen csak azért, mert nem érdekel. Oké, szóval nem vagyok rá kíváncsi. Nekem teljesen mindegy, hogy ki miből él. Én nem kevés időt töltök az interneten ezen információknak a kutatásával. Én még soha nem írtam senkinek, hogy miből él. Nem érdekel, hogy miből él, engem az érdekel, amit mond, és hogy az, amit mond, az összhangban nem van azzal, amiről én úgy gondolom, hogy igaz. Aztán, hogyha esetleg kiderül, hogy miből él, hát halleluja, de amúgy nem leszek álmatlan éjszakáim, hogy nem tudom meg, hogy az a videó készítője miből él. Oké, de ez egy naív elképzelés, hogy én ebből a csatornából megélnék. Oké, szóval, meg hát nincs is, még csak reklámok sincsenek, szóval nem tudom, mire gondolnak, hogy ebből élnék, de mindegy. Amúgy, hogy ki vagyok én, hát én, vagy mit is akarnak hallani rólam, vagy mire kíváncsiak én, ezt nem értem. De visszatérve arra, amit György ír, ez az adventista, Jehova tanú, zsidó felhang, bla bla bla. Így van. Ez azért van, mert az írás magába foglalja mindezeket a vallásokat, amiket ő felsorol. Szóval ez egy jó dolog, ha úgy hangzok, mint mindezek összességében, ugyanis az összes vallás, ha összeadnánk, akkor ott lenne az igazság benne. De sajnos így egyesével mindegyik hazugság. Úgyhogy én nem tudom, hogy György melyikbe tartozik bele, de azt garantálom, hogy ez egy hazugság. Minden, ami vallás, az hazugság. A kereszténységgel az élet. Az él bolyba van benne a kereszténység a katolikus vallással és az iszlámmal. Utána követi szorosan a távol-keleti misztikus dolgok, mint a buddhizmus, a hinduizmus, Zoroaster, meg ezek a hihetetlen dolgok. Meg a New Age most eléggé népszerű. Majd erről is beszélünk a későbbiekben. Szóval ezzel én ezt le is rendezném, hogy ki vagy, mi vagy. Plusz a másik az, hogy rengeteg emberrel én már találkoztam is személyesen. De azok egy se úgy kezdték, hogy ki vagy, mivel foglalkozol, miből élsz az Infobubble csatornába. Oké? Okay? Ez nem a legjobb kezdet, hogyha valaki meg akar ismerkedni valaki. Velem különösen. Nem mintha számítanék, de ha már valakit annyira érdekel, lehet, hogy van jobb módja is annak, hogy elkezdjen egy párbeszédet, mint ez. Oké? Okay? Következő azt mondja, hogy ha a föld lapos, akkor mi van a végén? Oké, itt rengeteg, ez ilyen van,
sokan csak így elkezdenek ilyen szőnyegbombázással így a kérdéseket. Én ezekre soha nem válaszolok, oké? Egyetlen egyszer se, mert erre való az internet, hogy az ember kikutassa ezeket a dolgokat. Hogy szóval videók, amiket készítettem, de gondoltam, így megmutatom, hogy van ilyen, és akkor így gyors tüzelőbe lerendezem őket most itt mindet. Azt mondja, hogy ha lapos, akkor mi van a végén? Én úgy gondolom, hogy minden jel arra val, hogy az, amit mi Antarktisznak hívunk, ami a képzeletbeli gömbnek az alján van, a déli sarkán, az valójában körbehúzódik a föld körül. Én szerintem ebben sokkal több logika van, mint abban, amit a jelenlegi álláspont magába foglal, mert ha belegondol mindenki, csak villámgyorsan, tényleg azért, hogy érzékeltessem, hogy próbálja meg, csak logikusan megközelíteni mindenki azt, amit mondok. A tengervíz sós, tehát nem lehet meginni. Az embernek szüksége van víze mondjuk 2-3-4 nap, 5, ki tudja mennyit bír az ember, de azért ez elég véges. Élelmiszerre ugyanúgy szüksége van az embernek. Ahhoz, hogy élelmiszert tudjon, ugye az ember általában azért megsüti, vagy valamilyen módon elkészíti azt. Szóval gondoljon bele csak mindenki, hogy mennyire le vagyunk szabályozva itt a Földön, olyan szempontból, hogy gyakorlatilag idézőjelbe téve tényleg olyan, mint egy börtön, hogyha úgy akarjuk felfogni, ahogy mondjuk az emberiség nagy része. Nem tudunk elmenni a széléig, mert túl messze van ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű vizet vigyünk, vagy élelmiszert magunkkal. Persze most az utóbbi mondjuk 50, esetleg 100 évben ez lehetővé vált, de ha belegondolunk abba, hogy egészen az utolsó 100 évig esélyünk sem volt arra, hogy mondjuk az Antarktiszon bármiféle jelentős expedíciót végrehajtsunk, mert nem tudott eljutni oda az emberiség. Nem volt meg a megfelelő jármű, ami el tudott szállítani oda kellő gyorsasággal megfelelő mennyiségű embert, utánpótlást, élelmiszert, akkor ott az időjárás elég marcon arra felé, úgyhogy arra is fel kellett készülni. Én úgy gondolom, hogy ez a magyarázat, én szerintem sokkal több értelme van ennek, mint a gömb dolognak. Ez úgy van kitalálva, hogy ne lehessen a kijutni belőle. Nem mintha én ki akarnék, vagy szerintem kellene, de ha esetleg nyilván a teremtő tudta, hogy az ember meg fog tenni mindent annak érdekében, hogy kijusson. És ezt egyszerűen leszabályozta. Azzal, hogy az emberek nem tudtak eljutni a szélére, nem tudtak elég vizet vinni magukkal. Annak ellenére, hogy víz vette körül őket mindenhol, nem tudták azt meginni. Nem tudtak tüzet gyújtani, nem volt elég élelmiszer. Ha megérkeztek az Antarktiszra, ami nem egy kontinens, hanem a Föld körüllevő jégbirodalom, akkor onnantól kezdve, hogy elkezdtek menni, én az Antarktisz videót ajánlom, amit készítettem itt a csatornán. El kell gyorsítani egy kicsit, az tény, de én szerintem az hasznos lesz. Ha elérkeztek oda, onnantól kezdve, ahogy vonultak kifelé, folyamatosan ritkol a levegő, hűl le a hőmérséklet, vastagodik a jég, a hó, a szél ereje. Egy idő után úgy nem érte meg nekik, nem csak, hogy nem érte meg, hanem tudtak fizikálisan tovább menni. Nem nő meg semmi, nincs semmiféle életre lehetőség. Gondoljon bele mindenki, hogy mennyire hatalmas ötlet ez az egész. Így leszabályozni. Ha megindulunk fölfelé, akkor fogy elfelé az oxigén és hűl le a levegő. Egy idő után az ember csak nem tud tovább menni. Nem tud lélegezni tovább. Egészen mostanáig, hogy a technológia ekkorát fejlődött, nem volt esélyünk se arra, hogy menjünk. A hegymászásra elég belegondolni, hogy még ma is egy megpróbáltatás feljutni a legmagasabb pontokra. Nem, hogy 200 évvel ezelőtt. Szóval remélem valaki Jó van. Szóval így, hogyha lefele megyünk, akkor arról is csináltam videót, ha lefele megyünk, akkor pedig nem csak, hogy a hőmérséklet nő, hanem a talaj egyre képlékenyebb lesz, és egy idő után nem lehet fúrni. Nem az a baj, hogy túl kemény lesz sokszor,
hanem az, hogy nem olyan anyagba ütköznek, amit nem lehet átfúrni. Egyszerűen nem lehet átjutni rajta. Szóval nem kell, hogy kemény legyen. Persze lehetne az is, de nem az. Hanem egy olyan anyagba ütköznek, ami nem tudna, fizikálisan nem lehet átfúrni. Szóval le vagyunk ide. Persze én értem, hogy a tudomány megmagyarázza ezeket a dolgokat, és azt mondja, hogy így, vagy úgy, vagy amúgy, vagy ezért, vagy azért, vagy troposzféra, vagy mit tudom én. És biztos úgy is van. De attól függetlenül, ez nem változtat a tényen, hogy ezt alkotta egy teremtő. És ő úgy találta ki, hogy még ha akarnánk, se tudnánk innen kijutni fizikálisan. És ezek a dolgok, hogy mi van a föld végén, ez ezt magyarázza szerintem. Azt mondja, hogy jég, ezt megbeszéltük, őrök vigyáznak, ki tudja. Le lehetne esni, nem lehet leesni, mert nem lehet kiútni odáig, hogy le lehessen esni. Oké, ezt hagyjuk már, ezt a le lehet esni. A gömbről is le lehetne esni, mégis esünk le, mert egy varázserő visszatart minket. Szóval ez nem kéne, hogy olyan problémát okozzon. A föld lapos, akkor a nap is. Nem tudjuk, hogy a nap milyen, vagy a hold, vagy a csillagok. De azt most elárulom, hogy ha minden igaz, akkor el fogjuk kezdeni, én biztos vagyok benne, hogy rá fogom tudni venni Viktort arra, hogy töltse felfelé a videókat, amiket a csillagokról készít. Mert szenzációsak. Oké? És mindenki meg fogja látni, de már azt is bemutattam a Valódi Csillagok videóba, szóval akit érdekel, csak keresse meg Valódi Csillagok, és akkor az láthatja, hogy a csillagok valójában mik. A csillagoknak semmi köze ahhoz, hogy az egy gömb lenne, vagy egy akármi gázbuborék, vagy bármi. Ezek elektronikus jelenségek, amiket mi látunk az égbolton. Nem lehet landolni, meg semmi. Ezek égi testek, nem véletlenül égi testnek hívják. Van földi test, meg van égi test. Ezek égi testek, ez egy másik dimenzió. Rendben, azt nem tudjuk, hogy a nap gömbölyű, vagy a hold gömbölyű. Azt tudjuk, hogy úgy néz ki, de a csillag nem is néz ki úgy. Ez az egészben a legérdekesebb szerintem. Most, ha egy linket oda betesz valaki, Viktor be fogja rakni oda hamarosan a mondjuk az egyik csillagról a videót, meg a holdról, és akkor itt be fogom játszani, csak nem akarom most keresgetni, és akkor megmutatom. Az, hogy este mi világított fenn, azt tudjuk, a hold, meg a csillagok. Ezek mindnek saját fénye van, az írás egyértelművé teszi azt, hogy ezek világított testek saját fénnyel rendelkeznek. Az egy másik dolog, hogy nappal visszaveri a hold egy részét a napfényének, de az is lehet, hogy akkor töltődik föl. De ki tudja. Oké? Szóval minden nem tudom. Én csak azt tudom, ami le van írva, az biztos, hogy igaz. A többi az minden más lehet. Ha lapos lenne, le lehetne ásni az aljára, és ha leásnánk, kiesnénk? Most mondtam el, hogy nem, oké, ezt megválaszoltam, azt hiszem. A szélnek megvan a tárháza, és a szél onnan jön, az írás egyértelművé teszi. Természetes az, hogy ez mellett minden ilyen dolgok, amikről most beszélek, ennek megvan az úgynevezett tudományos magyarázata is. Ez a legszebb az egészben. Hogy meg lehet találni rá a tudományos magyarázata. Én nem azt mondom, hogy a tudomány téved. Én csak azt mondom, hogy hazudik. A tudomány ad egy mesterséges magyarázatot arra, amit a teremtő kreált. A tudomány előáll elméletekkel, persze hazudik is számos esetben, majd be fogom mutatni, hogy senki nem ulassz el semmilyen körülmények között jövő hét kedden ugyanitt az élőadást, mert meg fogom mutatni, hogy hazudnak. A holddal kapcsolatban is hazudnak, és megváltoztatják azt, amit ők mondtak. Hazudtak a műholdakkal kapcsolatban, mindenben hazudnak. Meg fogom mutatni a videókat, az ők mondják el a saját szavukkal. Hogy nem úgy működnek a dolgok, ahogy... És én ezt mondtam, hogy a műhold nem úgy működik, meg semmi nem úgy működik, de az emberek csak röhögnek azért, mert nem néznek utána a dolgoknak. De kedden meg fogom mutatni az egészet ezekről, mind a műholdakról, a kábelről, a holddal kapcsolatban, meg még ki tudja mennyi idő lesz erre az egészre. Oké? Szóval ez a lényeg. Na. És akkor minden tudós, űrhajós, repülős, pilóta, tengerész, politikus hírességek hazudnak. Nem, de sokan igen. A legtöbben csak tudatlanok, mint a legtöbb ember.
átesnek a kiképzésen, és aztán szajkozzák ugyanazt a programot, amit megkaptak az iskolában. Az iskola az olyan, mint a operációs rendszer a telefonon. Feltölti, hogy mit kell gondolni az embernek, vélni, hinni, érezni, mi az, amit szeretni kell, utálni kell, ki az, akiben bízni kell, stb. Ez erre való az iskola. Az iskola nem tudást ad át, az iskola egy programot ad át, hogy mit kell gondolni. Nem gondolkodni tanítja meg az embert, hanem arra, hogy mit gondoljon. És ez nagy különbség. Úgyhogy nem mindenki hazudik. A nagyja nem, de a többi igen. Nyilván, aki azt mondja, hogy ő asztronauta, az hazudik. De hát ez olyan nehéz elképzelni, hogy néhány százezer ember hazudik a 7 milliárdból. Hát akit én ismerek, mindenki hazudik, szóval mármint a világban. Úgyhogy én nem hiszem, hogy ez olyan nagy dolog, különösen, ha fizetnek érte, miért ne hazudna. Úgyhogy meg egy politikus, hát ez a szakmája, hogy hazudjon. Maga a politika azt jelenti, a diplomácia jelentése az, hogy hazugság. Csak nézze meg bárki, hogy mit jelent a diplomácia. És ha nem lennék ilyen lusta, megmutatnám ezeket, de már annyiszor elmondtam, hogy nincs kedvem újra megnézni. Azt mondja, hogy a föld lapos, csak úgy lebeg a semmiben, és nincs is más, csak ami lapos földünk. Ugyanez a szituáció a gömbben. Most ha a föld gömb, akkor csak úgy lebeg a semmiben, és nincs semmi más. Kit érdekel, hogy van-e más? Nem elég gondja van mindenkinek itt az életében, hogy rendbe rakja, meg megtalálja, hogy mi az értelme ennek? Még szükség van 100 más bolygóra? Minek nekem egyáltalán foglalkozni azzal, hogy mi van a Marson, mikor épp elég gondom van itt a Földön? Nem tudjuk, hogy mi van kívül, mert nincs leírva, hogy mi van kívül. Azt tudjuk, hogy a tudomány hazudik, és az nincs, de az, hogy a valóságban mi van, azt nem tudjuk. Még most gyorsan elmondanám, hogy nagyszerű lenne, ha mindenki meg tudná osztani a linkjét ennek az élőnek a különböző csoportokban, mert egyébként már a Facebookon sem tudok megosztani linket. Ilyen hihetetlen dolgok történnek amúgy mostanában. Hogy, ja, az nagy lenne, hogyha az ilyen csoportokban mindenki megosztaná. Meg ha lájkolnátok ezt a videót is, akkor hát, ha előugrik, ha valaki esetleg keres ilyesmiket. Mindjárt megnézzük ezt a C.S. Lewis-t, mert ez egy jó kérdés. Jó, elmondom a villámgyorsan elmondom, hogy miről beszél Clinton. Így van, a Yahoo az ugyanaz, mint a Jehova Jávé, a tetragramaton pontosan Robert Varga ezt kérdezi, így van, az ugyanaz, csak egy másik kiejtése. Úgyhogy nincsen gond, ha valakinek a Jehova szimpatikus, vagy a Jávé, halleluja. Szóval ezeket a kérdéseket én azt hiszem, hogy megválaszoltam ezzel kapcsolatban. Ez az Einstein, meg relativitás elmélet, meg evolúció. Az evolúcióról már csináltam videót, az nevetséges, sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy az evolúciót nem kell megcáfolni, ezt már megcáfolták a tudósok. Számos elmélet van párhuzamosan azon kívül. Csak az iskolában ezt tanítják. Az intelligens tervezés egyáltalán nem áll távol a tudománytól. Sőt, ha mindenki értené, hogy mi is az, ami történik a világban, akkor világos lenne az embereknek, hogy előbb-utóbb be fogják jelenteni azt, hogy az evolúció egy hoax, és az intelligens tervezés az út. Ugyanis ez szükséges ahhoz, hogy elhitessék az emberekkel azt, ami következik. Úgy értem, hogy az idegen inváziót, meg igazából a bukott angyalok és a démonok színre lépését. Ehhez szükséges lesz az intelligens tervezés, de ezt már ők készítik elő hosszú-hosszú évek óta. Ugyanis annak ellenére, hogy a többségnek, aki még mindig az iskola programjában él, az evolúció van letöltve az operációs rendszerére, de az, aki tájékozódik, tudja, hogy az új mozgalom, az intelligens tervezés már évtizedek óta a felszín alatt van, sőt, most már egyre népszerűbb lesz, és egyre inkább előtérbe fog kerülni. Azért, mert ez szükség van az intelligens tervezésre ahhoz, hogy elő tudják idézni azt, ami következik a világban. Akkor C.S. Lewis szerintem ő egy nagyszerű példája annak, hogy a tudomány az tudományos fantasztikum és science fiction. Először kitalálják ezek a titkos társaságok tagjai, mint C.S. Lewis, vagy az összes többi, aki bármelyik tudományos fantasztikus regényt írta.
először ők kitalálják, néhány évtizeddel hamarabb elterjesztik a tudományos fantasztikus irodalomban, és azután előállnak vele úgy, mint tudomány. Ez volt a szituáció a műholdaktól elkezdve mindennel. De itt van amúgy C.S. Lewis írta a Narnia krónikáját, Tolkien ugyanúgy része ennek az egésznek. Mindenki, akit mi ismerünk. Nem hallanánk róluk, hogyha nem lenne része a programnak ezek az emberek. Ezért nem értem, hogy gondolhatja azt valaki, hogy egy sport sztár, vagy egy zenész, vagy egy színész, vagy bárki a rendszer ellen van. Senki, aki a rendszer ellen van, nem kapna nyilvánosságot. Semmilyen szinten. Úgy értem, hogy a médiában nem kerülhet bele az, aki nem a propagandát szolgálja és az elit célkitűzéseit. Egyszerűen lehetetlen. Szóval minden hazugság. A sport, a politika, a szórakoztatóipar, az oktatás, a tudomány, a vallás. Minden hazugság. Az oktatás, már mondtam azt. A legnagyobb hazugságok egyik. Na mindegy, ez C.S. Lewis lehet, hogy keresztény volt, de az épp elég baj neki. Oké? A kereszténység része ennek a hazugságnak. Teljesen mindegy, hogy ki melyiket ágát képviseli, vagy mit tudom én miét, a kereszténység az egy hazugság. Annak igazából semmi köze sincs ahhoz, amit úgy hívunk, hogy Biblia. Az égvilágon semmi köze nincs ahhoz. Úgyhogy ezt csak az emberek kitalálták annak érdekében, hogy a tömegeket tudják kontrollálni, meg irányítani. De azon kívül semmi haszna nincs annak, aki abban részt vesz. Én nem azt mondom, hogy az emberek rosszak, én csak azt mondom, hogy annyira azért nem egyszerű eljutni a teremtőhöz, hogy valaki elvégezi teológia egyetemet, és aztán megtanítja a többi embernek. El tudja képzelni valaki azt, hogy az elit, aki irányítja a világot, egy iskolában megtanítja azt, hogy hogyan kell az örök életet elérni? Hát az nem naív? Az az elképzelés? Hogy azok, akik hazudnak reggel, délben, meg este, majd azok lesznek azok, akik megtanítják valakinek, hogy aztán az ilyen ipari szinten elkezdje tanítani a többi embernek, hogy hogy lehet az örök életet, meg mi az igazság, mikor állandóan hazudnak, mikor a legfontosabb dolgok az, hogy kiírtsák az embereket minden módon, ahogy csak tudják, hogy tönkretegyék a levegőt, a vizet, a földet, hogy elpusztítsák az állatokat, hogy kiraboljanak minket, hogy hazudjanak, hogy csaljanak. De fenntartanak államilag finanszírozott vallási intézményeket, ahol tanítják az embereket, hogy megtanítsák nekünk, hogy hogyan kell az örök életet elérni. És én vagyok az, aki egy álomvilágban él, vagy aki őrült? Hát nem tudom. Mindegy, Benno azt mondja, hogy Noé Bárkály Nemzeti Park, Törökország. Van helye, bocsánat, Szodomnak, Gomorának. Szodom és Gomora helyét láttam. Kétségtelen kell, hogy legyen. Nem vagyok biztos abban, hogy a Noé Bárkáját ők megtalálták. Vagy ha meg is találták, megmutatnák azt nekünk. Sőt, én inkább úgy gondolom, hogy ha megtalálták volna, nem mutatták volna meg. De nem tudom pontosan. Vöröstenger, mély harckocsi kerekek, ezeket láttam, ezeket a dolgokat. Vagy így van, vagy nem. Fogalmam sincs. Az, amit látok a médiában, vagy a hírekben, én nem vennék semmit készpénznek azok közül. Szóval teljesen mindegy, hogy ezeket a dolgokat megtalálták, vagy sem. Ezt a zsoltárok, ezt nem nézem most meg. Ez, hogy most tyúk vagy a tojás volt előbb, hogy ez egy kérdése komolyan, vagy nem, ezt nem tudom, de a tyúk volt előbb, mert megmondta, hogy megteremtette az állatokat. Gondolom nem tojásokra gondolt, hogy lerakott egy 100 000 tojást, vagy nem tudom, azt akkor abból kikértek mindenféle dolgok. Úgyhogy az a tojás. De még egyszer, már elmondtam sokszor, de elmondom még egyszer. Vannak dolgok, amik érdekesek, és az embert elvezetik egy-egy ilyen zsákutcába, mint hogy a Noé Bárkája Nemzeti Park, Szodom, Gomora,
vagy Vöröstenger mélyén a harckocsik. Érdekes, eltölti vele az ember az időt, de igazából sehova se vezet. Az ember megérti azt, hogy a 13-as számot hogy használják, vagy miért van annyi obeliszk, vagy mit jelent a háromszög, vagy hogy hazudnak a Notre Dame-mal kapcsolatban, az egy más dolog. De ezek, amikről itt Bennó ír, ezek érdekességek. És ezek olyan érdekességek, mint hogy kiépítette a piramist. Sose fogjuk megtudni. Soha. Szerintem. Fölösleges is vele időt tölteni. Vagy hogy milyen magasak voltak az óriások. Ki tudja? Óriások voltak, szóval biztos rohadt magasak voltak. De nem tudjuk. Úgyhogy fölösleges nyomozni, hogy milyen magasak voltak, vagy kiépítette a piramist. Annál fontosabb dolgok is vannak. És most nem rossz indulatban mondom, ha valakit érdekel, menjen bele. De azt garantálom, hogy soha nem fogja megtudni 100%. Soha nem fog tudni hátradőlni és azt mondani, hogy oké, ez Szodom és Gomorra helye. Vagy ez Noé bárkája, vagy ezek harckocsi kerekek Mózes idejéből a Vöröstenger mélyén. Lehet, hogy eljut arra a szintre, hogy meggyőzi magát arról, hogy ez az, de ez egy 100%-os biztonsága soha nem fogja tudni kimondani senki. Az, hogy a tyúk vagy a tojás volt előbb, az egy egyszerű történet. Egy Mózes egyben leírja, hogy az állatokat teremtette meg először, nem a tojásokat. Szóval ezt tudjuk. De a többi, az mind csak az ember idejét veszi el. Szóval én azt javaslom mindenkinek, hogy okosan válassza meg azt a témát, amire rászánja az időt, mert az internet úgy van kitalálva, hogy elrabolja az ember idejét. Hogyha valaki elindul kutatni egy-egy ilyen érdekességet, akkor rengeteg idő eltelik, elvezeti egy ilyen mellékvágányra, és ott aztán folyamatosan elkezdi kutatni. És abban benne van a veszély annak, hogy az ember örökre azon a mellékvágányon ragad, mint nagyon sok ember, akit én ismerek. Aki leragadt a Laposföldnél, a Chemtrailnél, a Morgellonoknál, vagy nem is tudom miknél. Ahelyett, hogy ment volna tovább, haladt volna. De ezek az érdekességek persze, hogy vonzóak az embernek, de az internet így van kitalálva. Sőt, én azt gondolom, és szerintem ezzel egyszerű egyetérteni, hogy ami most történik, az igazából a végnapjai az internetnek. Oké, én ezt elmondtam a 13-as cikkelyel kapcsolatban. De az internet úgy, ahogy ismerjük, annak vége van. Ez megszűnik hamarosan, amit itt mindenki ismer, hogy akármit, akárhol beírom, az kijön, meg nézek ingyen mindent, meg megosztom, meg bármi. Amíg még lehet, én szerintem érdemes amúgy kihasználni ezt. De ez nagyon gyorsan megváltozik. Én már tapasztalom így a csatornáimon, amennyi kommunikációt a YouTube-ban folytatni kell az elmúlt néhány hónapban, az borzasztó. A különböző közösségi szabályzat, meg mit tudom én mi az. Pedig igazából én nem is hiszem, hogy bármit is olyan nagy dolgokat csinálnék. Szóval a lényeg az, hogy mindenki okosan használja fel az idejét. Ha valakinek kevés ideje van, nekem van rengeteg, de általában az embereknek nincs. Szóval én nem javaslom senkinek, hogy elkezdjen kergetni ilyen témákat, ami érdekesen tűnik, de igazából nem vezet sehova. Oké, Ricsi. Mi a valódi igazság? Erről már volt szó. Ehhez át kellene lendülnöd a Yahoo útja csatornára, és megismerni, hogy miről szól az annak az írások, vagyis a Biblia, és akkor megértenéd, hogy mi a valódi igazság. De ezt itt most nem tudom neked elmondani úgy, hogy ebbe a fél órába benne legyen. De a Yahoo útja el fog vezetni oda, vagy itt is eljut szerintem, ha kellő mennyiségű videót nézel majd meg. Oké. A következő... Most azt nézem, hogy ha van teremtő, akkor miért van ennyi? Én ezt nem is értem, ezt a kérdést. Jaj, aha, hogy miért van ennyi, hogy megváltó Szentlélek, stb. Oké, ez egy bonyolult kérdés, de biztos vagy benne, hogy sok embernek megfordul a fejébe, úgyhogy nézzük akkor meg. A helyzet az, hogy van egy teremtő, létezik. Azok a nevek, amelyeket ide leírtál, az viszont egy se ő.
Jehova áll legközelebb hozzá, de igazából én szerintem, szóval nyilván van ő, aki azt szeretné, hogy mi azt csináljuk, amit ő szeret, ami tulajdonképpen jó nekünk. Nem véletlenül mondta meg, hogy mit tegyünk, mert tudta, hogy a többi az nem érdemes megenni. Már mindenki tudja, hogy az vagy, amit megeszel. Akkor minek akarna valaki disznó lenni? Vagy nyúl? Vagy csiga? Vagy kutya? Érthető? De így van az összes többi dologgal, amit ő meghatározott. Megmondta, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami nem jó. Mint mi, amikor a saját házunkban eldöntjük, hogy mi az, ami elfogadható ott, és mi az, ami nem. De megadta nekünk a lehetőséget arra, hogy válasszunk, hogy azt csináljuk, amit ő mondott, vagy azt csináljuk, amit mi akarunk. És két dimenzió létezik. Van egy spirituális, és van egy fizikális. Mi élünk a fizikálisban, a spirituálisban is élnek élőlények. Most fogalmazzunk ki. Rájuk ugyanúgy vonatkoznak szabályok, de ők ugyanolyanok, mint mi. Vagy engedelmeskednek, vagy nem. Szóval aki nem engedelmeskedik, az összefog. Aki meg engedelmeskedik, az is összefog. Így kialakul két tábor az életben. Mind a kettőnek van egy vezetője. A vezető, akit mi ismerünk, az a teremtő. Akinek ugye Jehova a neve végül is, de hát nem tudjuk pontosan, hogy hogy kell kiejteni, de azért mondtam, hogy ez a legközelebb. A többi, akit felsoroltál, ugye ő egyértelművé tette, hogy mi az, amit akar. Leírta a Bibliában, hogy mi az ő akarata. Leírta azt, hogy mi az akarata, mi annak a haszna, és mi annak a következménye, ha nem azt csináljuk. A másikkal az a probléma, hogy az hazudik. Az behazudja az embereknek, hogy bármit tehetnek, és ő akkor is szereti őket. Ez Jézus. Vagy az öreg Isten. Vagy a magyarok istene. Vagy Allah, vagy Buddha, vagy Vishnu, vagy az erő, vagy az univerzum, vagy a felemelkedett mesterek, meg ezek. Mindenki, aki azt mondja, hogy nincsen szabályrendszer, vagy nem az a szabályrendszer, ami a Bibliában le van írva, az gyakorlatilag egy és ugyanaz. Legalábbis ez a rövid összefoglalója ennek. Két oldal küzd, és az írás az, ami eldönti, hogy ki az, aki jó, és ki az, aki nem jó. Oké? Az internet... Ez így röviden, nem tudom, hogy ez segíte, de majd megírod biztos. Mi tudjuk az igazságot. Ez eredeti porszívó azt kérdezi, hogy jobb lenne, ha tudnánk az igazságot. Mi tudjuk, és jobb? Így ez a rövid válasz. Jehova maga a gonosz, a sátán. Így van. A gnosztikus írások szerint Jehova maga a gonosz, a sátán. Ezért tűnik úgy, hogy ő az, de egyébként nem. De meg akartam mutatni a gnosztikus írásokat, szóval lehet, hogy akkor azért is merült föl ez a kérdés, hogy megmutassam. Szóval a világ úgy állítja be, hogy ő az, úgyhogy ráhibáztál. De persze nem, de ő az, aki... Na mindjárt itt van, megmutatom inkább. Bár erről már beszéltem mostanában, de szeretném, hogyha ezt felfogná mindenki, hogy a világ igenis egyfajta spiritualitás mentén működik. Ha tetszik, ha nem. Mindenki, beleértve mindenkit itt is, valakit szolgál a tevékenységével. Ha tetszik, ha nem. Hogyha fejre állnak az emberek, akkor is szolgálni fognak valakit. És az a borzasztó, hogy mindenki, aki nem a Bibliában felsorolt értékrend szerint él, úgy értem, hogy és új szövetség, az mind a másik oldalt szolgálja. Az ateistától elkezdve a keresztényig mindenki kivétel nélkül. Na most, hogy Jehova a sátán, ezt meg akartam mutatni, de itt van. Ez Good at Hungary blog. Egyszerűen összefoglalja egyébként a Sophia mítoszt. Azt mondja,
hogy ez a karakter John Lash a Sophia mítosszal, a pogány misztériumokkal és a Gaia Sophia szent történettel kapcsolatban fogalmazott meg meglátásokat. Igyekszik a földbolygó és az emberi faj galaktikus eredetét, történetét elmesélni és bemutatni. Ez, akit érdekel a gnoszticizmus, az ebben meg fogja találni azt. Ez az úgynevezett Arkon történet, amit gnoszticizmusnak hívunk. Ugye a gnosis görög szóból, ami tudást jelent. Sophia egyébként bölcsességet jelent. Görögül. Ugye ők azok, akik azt írja, hogy a Sophia mítosz a történelem legelnyomottabb története, és igazából nagyon szerencsések vagyunk, hogy egyáltalán összetudjuk még rakni azt a tudást. A misztérium iskolák tudását, ami ebben a történetben megtalálható. Ami segített, az ugye a Nag Hammadi, amit Egyiptomban találtak meg, ez egy ősi tekercs, és ez összefoglalja ezt a gnosztikus tanítást. Egyébként gnoszticizmus az beférkőzött a kereszténységbe is, és hát ezért is olyan az, amilyen. De nézzük, a Sophia mítosz megmagyarázza az élet eredetét és célját itt a Földön, és amiről most szó lesz, azok nem puszta információk, amiket passzívan befogadhatsz, ugyanis nagyon erőteljes természete van ezeknek az információknak. Ezért mondtam, hogy mindenkinek érdemes odafigyelni arra, hogy mivel tölti az idejét. Ugyanis az információnak az a lényege, hogy hatással van az ember gondolkodására. Hát legalábbis jó esetben, hogyha van az embernek egyáltalán ilyen, de feltételezzük, hogy mindenkinek van. Szóval hatással van rá, úgyhogy nem mindegy, hogy ki mit, milyen gondolata az, amivel foglalatoskodik. Mert ez megváltoztathatja a gondolkodását. Úgyhogy óvatos legyen mindenki, amikor ezeket a dolgokat kutatja. De itt van a Sophia mítosz. Ez az, akit az egész világ tudatlanságában szolgál. Ezt egyszerű megérteni, ugyanis az iskola maga a tudást terjeszti. A tudás az nem, az pont az ellenkezője annak, amit a teremtő akar. Nem véletlen, hogy a Bibliában nem voltak iskolák. Azért nem voltak iskolák, mert nem volt rá szükség. Mindenkinek csak meg kellett tanulni egy viselkedési kódexet, az kész. De mi, amúgy ezen is látszanak a csakrák mellesleg, amennyire én a primitív tudásommal megértem ezt, pedig ez Sophiát ábrázolja. Ezért mondom azt, hogy az összes vallás egybe fonódik. Végül is mindenhol az a cél, hogy ezzel a teremtő erővel az ember kapcsolatba lépjen, és ennek a kapcsolatnak az alapja a tudás. Az a tudás, amit tudománynak hívunk, ez az ellenkezője annak, amit a Biblia hirdet. Nem véletlen, hogy a tudás fája volt a probléma. Szóval amit mondok, az, hogy vagy a tudást, nem, ezt mindenki tapasztalhatja a saját életében. Manapság már mindenkinek mindent be kell bizonyítani. Mik a tények? Mik a tudományos tények? Elfogadta, az emberiség elfogadott egy beleegyezett egy olyan világba, ahol ez a tudomány nevű dolog átvette a teremtő szavának a szerepét. Nem neki hiszünk, hanem annak, amiről tudjuk, hogy emberek hazudták össze. De mikor én előállok azzal, hogy miért nem hiszünk a Bibliára, akkor azt mondják, hogy azért, mert azt emberek írták? Miért kit írta? Kik írták az iskolai könyveket? Az meg, hogy a Biblia idejében 50-70 IQ-jú emberek léteztek, azt nem tudjuk, mert akkor még nem volt intelligencia teszt. Világos? Szóval, de azért csak összehaingáltak egy piramist, meg néhány épületet, amit tátott szájjal nézem ma. Úgyhogy annyira nem lehettek 50-70-es IQ-jú emberek. A másik meg az, hogy amit nem tudunk, arról nem érdemes beszélni. Nem? Mert akkor az ember ostobának fog tűnni, hogy olyan dologról beszél, amit nem tud.
Szóval ezt érdemes átgondolni. Most itt Ádámnak különösen arra a hozzászólására reagálva, de hát bizonyíts be akkor, hogyha te olyan okos vagy, hogy akkor 50-70-es IQ-jú emberek éltek. De hát nem fogod tudni bebizonyítani, mert nem volt intelligencia teszt. Plusz te azt hiszed, hogy te olyan okos vagy azért, mert össze tudsz adni kettőt, meg be tudsz kapcsolni egy számítógépet, az közben azt hiszed, hogy egy beszélő majom vagy, aki hozzáragadt egy gömbhöz. Lehet, hogy valaki abban az időben azt mondta volna erre, hogy hát ezek milyen primitívek itt 2000 évvel később, hogy egy képernyőt bámulnak egész nap, és azt hiszik, hogy ők beszélő majmok, és a víz hozzáragadt egy gömbhöz, meg a levegő, és az hozzá csatlakozik a vákumhoz, és ez repül a semmi közepén. És ott ők gondolkoztak ezek az 50-70-es IQ-jú emberek, hogy hát, hogyha ez jelenti a civilizáció, akkor lehet, hogy jobb, hogyha megmaradunk itt. Szóval ez csak nézőpont kérdése szerintem, hogy ki az intelligens, meg ki nem. Nyilván meg tudok alkotni egy rendszert, és úgy mérem az intelligenciát, ahogy csak akarom. Nem véletlen az, hogy az intelligencia tesztet alakítani kell nemek szerint, korcsoportok szerint, kultúrák szerint, attól függően, hogy kinek az intelligenciáját mérem, ugyanis mindenkinek másfajta az intelligenciája, attól függően, hogy milyen környezetben él. Szóval én nem lennék annyira büszke arra, hogy az intelligencia teszten mondjuk 100-as lett az IQ. Bárha az jó egyáltalán. Nézzük Szófiát amúgy, mert szerintem ez érdekes lesz mindenki számára, és lehet, hogy jobban megértitek így azt, hogy például a Notre Dame-i biznisz miről szólt, meg úgy általában mi az, amit a világ csinál. És miért van például ez a feminizmus dolog most, meg az LMBTQ, az egyenjogúság, a természetvédelem, a globális felmelegedés idézőjelben, a klímaváltozás, meg ezek a dolgok. Szóval Szófia történetét több száz év alapos kutatásai és vizsgálatai alapján sámánok rakták össze. A gnosztikusok valójában ősi sámánok voltak, amit gyakorlatilag varázslónak hívunk. Ez létezik, most tetszik valakinek vagy sem, de ez létezik. A spirituális birodalommal emberek kapcsolatba tudnak lépni, és amint az emberek kapcsolatba lépnek ezzel a birodalommal, onnantól kezdve az képes segíteni őket. Szóval értse meg mindenki azt, hogy ez egy létező dolog. Úgy értem, hogy ez mint amit mágiának hívnak. Csak ez okosan meg van csinálva, hogy viccnek tűnjön, vagy játéknak, azért, mert mindenki látta a Tom és Jerrybe, meg ezekbe a mesékbe, meg a Harry Potterbe, és azt hiszi, hogy ez mese. Közben ez egyáltalán nem az. Látnokok, akik megfelelő képességekkel rendelkeztek ahhoz, hogy ilyen jellegű misztériumokat megvizsgáljanak, és jelentésük mélyre hatoljanak. Megpróbálom gyorsan, ha megtalálom itt a lényeget. Azt mondják, hogy rájöttek arra, hogyha meg akarjuk érteni, hogy mi történik a bolygónkon, akkor vissza kell mennünk egészen az emberi faj, az emberi génállomány kezdetéig. Meg kell vizsgálnunk az antroposzt, ami a gnosztikus értelmezés szerint az első embert jelenti. Ez a gnoszticizmus egy tudás alapú, spirituális életfelfogás. Gyakorlatilag az, amit ma élünk most. Mint a tudományvallás, amiben ma az emberiség él. Amit képvisel, már itt is látjuk, hogy képviselik, hogy hogyan képviselik az emberek. Mindenkinek be kell bizonyítani azt, hogy milyen intelligens. Az alapján, hogy mi az, amit elfogad a társadalom, hogy az a mértéke annak, hogy valaki intelligens vagy sem. De nézzük csak tovább akkor. Azt a választ találták erre, hogy az emberiség annak a galaxisnak a magjából származik, amelyben jelenleg is élünk. Én sajnálom ezt, mondom, hogy ez így alakult, hogy az emberiség elhitte ezt a gömb dolgot, de ezzel nehéz vitába szállni, mert ugye mindenki a tudományvallásnak a papjaira hallgat, csak ma már, akik a tévében prédikálnak. És ezzel nem tudunk
nem tudunk versenyre szállni, ugyanis azt, amit én mondok, azt nekem be kell bizonyítani, és én egy másik sportot játszok. Szóval a két sportnak a szabályrendszere nem egyezik meg. Így ez nem fair, hogy úgy mondja. Kialakított a világ egy olyan rendszert, most nem fog belemenni már ebbe, de na mindjárt megnézzük. Szóval kialakított egy olyan rendszert, amit mindenki közös megegyezéssel elfogad úgy, mint az egyetemes mértékét annak, hogy mi igaz és mi nem. Minden, ami ezen kívül esik, az nem igaz. Csak azért, mert nem fér bele abba a rendszerbe, amit ők kialakítottak. Szóval innentől kezdve alapból minden, ami nem a tudományos módszer alapján közelíti meg az életet, az gyakorlatilag elfogadhatatlan. És szerintem ez egy óriási húzás volt, hogy ezt így kialakították és beprogramozták az emberekbe. Beprogramozták azáltal, hogy 15-20 évet az emberek az iskola rendszerben töltenek el, tehát kénytelenek megvédeni ezt, ugyanis erről szól az életük. És az a borzasztó, hogy ezt nem veszi észre a legtöbb ember. Hogy védelmez egy rendszert, ami ellene van. Akkor nézzük a következő. Oké. Pillanat, csak nézegetem a Biblia, ez még mindig ez. Aha. Oké. Hát tudom, korábban azt mondja, hogy a csillagok az anya. A csillagok, én most is azt mondom, hogy a csillagok angyalok, az írás, a Biblia egyértelművé teszi, hogy a csillagok azok malachim, üzenet közvetítők a teremtő és az ember között. Ez vitán felül áll, hogy a csillagok azok spirituális élőlények. De azért mondom, hogy ha azt mondjuk, hogy bizonyítsam be, nem tudom bebizonyítani. Nem tudom bebizonyítani, mert nincsenek megfelelő eszközeim arra, hogy ez bebizonyítsam. Nem is akarom mondjuk, de a lényeg az, hogy ezt vagy elhiszi valaki, vagy nem, és akkor azt mondja, hogy egy őrült vagyok, az kész, nekem az is jó. De hogyha valaki elhiszi azt, hogy a vákum és a levegő összecsatlakozik, meg repül a golyó a semmibe, és a levegő hozzáragadt, akkor szerintem onnan már csak egy ugrás az, hogy a csillagok azok élőlény. Nézzük tovább. Egyszerűen gondolat, mert... Hát a gyík emberekbe nem mennék bele most, de lehet az egy verzió, most ki minek akarja hívni ezeket. Rojtok, bojtok a ruházaton, amúgy igaza van az a videó címe. Honnan tudom, hogy mi az igazság, és tényleg az az igazság. Ebbe hagyd, ne menjek most már bele, tényleg ez egy idő után ez fárasztó. A tudásfája az nem almafát termet, vagy ez is hazugság. Azt nem tudjuk, hogy a tudásfája milyen gyümölcsöt termett, az csak gyümölcsről beszélt, nem arról, hogy az valamilyen fajta gyümölcsöt termett. De egyébként láthatjuk a gyümölcsét, ha körülnézünk ma a világban. A tudásfája olyan gyümölcsöt terem, aminek hatására az emberek azt hiszik, hogy ők beszélő majmok. Hogy az élet a semmiből alakult. Hogy az egész világ abból keletkezett, hogy a semmi felrobbant. A semmi hatására. Azért ez elég bizarr gyümölcs, szerintem. Miért gondolod azt, hogy a Konstantinus és társai annak így manipuláltak a keresztények vallását, akkor az Új Testamentumon foglaltakat, vagyis a Tórát nem? Szerinted minden vallás manipuláltak? Így van. Azt kell, hogy mondjam mara, hogy minden vallás, kivétel nélkül minden vallás, amit hivatalosan vallásnak hívnak, az mind hazugság, és ugyanoda visz alapvetően, és az pedig nem más, mint a fényhozó. Az, aki a tudást az emberiségnek elhozta. Azt a tudást, amit ma tudománynak hívunk, az pedig Lucifer. Alapvetően mindegyik vallás ugyanarról szól. Sajnos ez van. Hogy miből gondolom, hogy nem manipulálták a Tórát? Egyértelmű, hogy nem. Nézz körül a világban, és rá fogsz jönni arra, hogy minden, amit az emberiség csinál, az ellene megy annak, ami le van írva az Ótestamentumban. Minden, amit mi ma elfogadunk, tanítunk, amit ünneplünk, amit igazságként elfogadunk, az az ellenkezője annak, ami ott le van írva. Nem tudsz mutatni nekem egyetlen egy törvényt sem abban, amit a világ ne szegne meg önként, és ne ünnepelné azt. Egyetlen egy darabot sem. Szinte semmit nem csinálunk úgy, ahogy az le van írva, és ez bizonyíték arra, hogy az az igazság.
Ez egy egyértelmű bizonyíték. Ha csak a 10 parancsolatot nézzük, az is egyértelmű. Azt mondja, hogy ne legyenek más isteneid, gyakorlatilag minden fontosabb az embernek most már, mint a teremtő. A pénz, a cipő, az autó, a ház, a sportoló, a zenész, a felesége, a szeretője, a gyereke, minden. És megmagyarázza magának valamilyen úton, módon. Azt mondja, hogy ne csinálj faragott képeket, menjen ki mindenki az utcára és járjon egy kört a városba. Hogy mennyi szobrot talál. Nem belebotlik az ember mindenhol egy-egy mesztelen nőbe, vagy férfibe, vagy állatba, vagy ördögfejbe, vagy akármibe. Mindenhol ez van. Teljesen mindegy, hogy mi van leírva, mi mindig az ellenkezőjét csináljuk. Megmondta, hogy ne felejtsük el a nevét, mindennek hívjuk, csak annak nem, ami a neve. És harcolunk azért, hogy annak hívhassuk. Isten az öreg Isten, a jó Isten, Jézus, Jézus Krisztus. Neki mindegy, ő úgyis meghallja, úgyis érti. Akármi. Csak az nem, amit ő mondott. Szóval menjen végig mindenki azon a könyvön, nézze meg, és rá fog jönni, hogy mindent ellenkezőleg csinálunk. És nem mindent ellenkezőleg csinálunk, mint a Védák könyve, vagy a buddhizmus, vagy a hinduizmus, vagy az összes többi, hanem mint ez a könyv. Azért, mert ez az igazság. És ezt mindig is tudták az emberek. Ha 50-es IQ-juk volt, ha 70. Következő. Mi okból vagy meggyőződve arról, amit te ismersz, olvasol, az helyes, most mondtam el. Következő, a holdaszállás nem történt meg, ha hold sokkal közelebb van, mint ahogy ők mondják, hogy szerinted miért nem lehet eljutni oda. Ez egyszerű. Oda nem lehet eljutni, ez nem egy olyan dolog, ahova el lehet jutni, oké? Nem lehet eljutni, az kész. Nem tudunk eljutni a holdra azért, mert van egy határ, ahova ki lehet jutni, az kész. Ezért tettem fel a Hillary Clinton videót. Aki tud olvasni a sorok közt, az érti, hogy miről beszélnek. Ezek az emberek sokkal intelligensebbek, mint az átlag. Sokkal. Az emberek azt hiszik, hogy a politikusok hülyék, és őket csak a pénz érdekli, és ők nem foglalkoznak semmivel. És pontosan ez a gyenge pontja az embereknek, hogy elbízták magukat, és azt hiszik, hogy azokat csak a pénz érdekli. Persze a pénz is érdekli, de ez egy annál sokkal összetettebb dolog. Oké, úgyhogy ez egyáltalán nem ilyen egyszerű, hogy őket csak a pénz érdekelni. De ők elmondják az igazságot, mert tudják, hogy az emberek ostobák. Tudatlanok. Tudják, hogy az iskolarendszer tönkretette őket már. Hogy nem tudnak gondolkozni, hogy nekik csak el kell mondani, hogy mit gondoljanak. Hogy bárki, aki a tudomány vallásnak a papja, annak hinni fognak. Ők nem félnek egyáltalán elmondani az igazságot. Tudják, hogy az emberek nem tudnak már gondolkodni. És én biztos vagyok benne, hogy ez egy fájdalmas felismerés, de ettől még ez lesz az igazság. Hogy a legtöbb ember már nem tud gondolkodni. Azért, mert az iskola tönkretette. De hát, ha most vissza tudunk néhány embert csípni. Szóval az üvegplafon csak az, hogy mennyire nagyszerűen ki van találva az egész. Ugye a feminizmusnak az egyik alapvető gondolatmenet az, hogy a nőket megakadályozzák az előrejutásban. Pedig sajnos ostobák az emberek, de az a baj, hogy ez nem is egy patriarkális társadalom, hanem egy matriarkális társadalom. A nőknek sokkal több előnye van a társadalomban, mint egy férfinak. Elég, ha csak ránéz valaki arra, hogy mi történik egy váláskor, vagy van plusz jogai vannak a nőnek a férfival szemben, pont. Az kész. Nézze meg valaki a börtönöket, az öngyilkossági számokat, az otthontalanok számát, hogy ki az utcán mennyien vannak, az alkoholisták számát, a katonaságban az emberek számát, a rendőrségben, a tűzoltóságban, hogy kik építik télen az építkezéseken a házakat, kik fogják a halakat a tengerbe, kik azok, akik felépítették az egész világot, és akkor rá fog jönni, hogy azok mindig is a férfiak voltak. Természetes, hogy mindegyik mögött ott volt egy nő, kellett, de azt nem mondja nekem senki, hogy ők annyira el voltak nyomva. De a lényeg nem is az. Az a lényeg, hogy az üvegplafon az, ugye nézzen utána mindenki, de elmagyarázom röviden, az üvegplafont ők arra használják, hogy a nőket megakadályozza egy láthatatlan üvegplafon, hogy fölkerüljenek a következő emeletre csak azért, mert nők. Szakmailag. Persze ez ostobaság, de ez az, amire ők gondolnak. Sok más dolgok azok,
Azt mondja, hogy a női karrier, ugye erről beszél itt, külső nyomás, környezet akadályozzák meg a legtöbb nőt abban, hogy feljebb jusson, aztán ehhez jönnek a belső félelmek, a vélt korlátok, az eddigi szerepek, hogy mellé már nem fér felsővezetői szintű szerep, vagy ha bele is fér, akkor fél, hogy nem felelne meg. Ezeket mindet egy nőnek számításba kell venni, az kész. Ez azzal jár, hogy valaki nő. Ezért van az uterusz beépítve egy nőbe, ami a méh, hogy gyereket tudjon szülni. Ez mindig is problémát fog okozni, ha ezt problémának vesszük. Ez csak egyszerűen ezzel együtt kell élni. Én nem azt mondom, hogy a nő nem alkalmas. A legtöbb nő nem. Úgy értem azokra a szerepekre, amikre vágynak. Ez így van kitalálva. Mindenkinek megvan a saját szerepe, amiben bele kellene helyezkedni, és akkor nagyszerűen működne az élet. A férfi van kitalálva arra, hogy vezesse ezt az egészet, hogy irányítsa, hogy racionálisan gondolkozzon, hogy döntés hozzon, hogy védelmezze meg fenntartsa. A nőnek meg megvan a szerepe, hogy a háttérből támogassa ezt, ő az, aki érzelmileg összetartaná a családot, meg otthon rendet tartana, ami nélkül lehetetlen felnevelni egy gyereket normálisan. De ha arra tanítjuk a nőket, hogy ez egy rossz dolog, hogy nekik harcolni kell azért, hogy kikerüljenek a szerepükből, és átvegyék a férfi szerepét, akkor az egy óriási probléma. A nőket senki nem akadályozza meg abban, hogy előre jussanak, a természet az, ami megakadályozza őket abban. Nincsenek felszerelve arra, amit megkíván az, hogy valaki felsővezető legyen egy akármilyen cégnél. A nő egyszerűen csak nem úgy van kitalálva, hogy ő vezető legyen. Na, én nem azt mondom, hogy ez rossz. Én azt mondom, hogy ez így van, az kész. Én elfogadom, hogy nekem is vannak határaim, azt viszlát. Én nem azt mondom, hogy jobb férfinak lenni. Más, az kész. Muszáj mindenkinek vezetőnek lenni? Vagy olyan nagy dolog? Én sose akartam felső vezető lenni. Örülök, hogy nem kell semmit csinálni, az kész. Megkeresem a pénzem, hazamegyek, azt hagyjanak békén. Úgyhogy persze, hogy kevesebb nő van. Persze, hogy kevesebbet keresnek, mert el kell menni a szülési szabadságra, utána nem tud visszakerülni abba a munkába, mert kiesett annyi év, többet megy szabadságra, a gyerek beteg, akkor neki ki kell hagyni, úgyhogy nyilvánvalóan kevesebbet fog keresni, és nem fog annyira előre haladni. Vagy ne szüljön, vagy akkor vállalja annak a következményeit, hogyha szül. De most nem lehet a felelősség, a férfit vagy a társadalmat felelőssé tenni azért, amit a teremtő úgy alkotott meg, hogy az olyan legyen. Ezt egyszerűbb lenne elfogadni ezt mindenki, de nem, hanem mi feje tetejére állítjuk azt, amit ő megalkotott, úgyhogy itt egy újabb példa mellesleg arra, amit az előbb kérdeztél. De az üvegplafon ugye ez a képzelebbéli dolog, amit ők kitaláltak, hogy a nőket nem ez akadályozza meg, hogy ők természettől fogva ilyennek vannak teremtve, mármint a legtöbb, hanem és én most nem azt mondom, hogy ez rossz még egyszer, én szerintem ez nagyszerű egyébként, de és akkor ők kitalálták, hogy az üvegplafon az, ami ott van, ami megakadályozza, hogy ők átjussanak. De közben persze az üvegplafon jelenti magát a kupolát és azt az égboltot, ami körülvesz minket. Azért ez a lényege az okkultizmusnak, hogy van egy kettős nyelvezet abban, amiről ők beszélnek. Ezt is jelenti, meg azt is jelenti. Ő egyáltalán nem erről az üvegplafonról beszél Hillary Clinton. Őt abszolút nem érdekli, hogy mi történik a nőkkel, vagy a férfiakkal, vagy a gyerekekkel. Ezeket az embereket nem érdekli semmi. Csak a lázadás. Hogy ne az legyen, amit a teremtő elhatározott. Ők ezen dolgoznak éjjel-nappal. Ez az, ami őket érdekli. Hogy nehogy azt higgye valaki, hogy én azt mondom, hogy Orbán, vagy Gyurcsán, vagy mit tudom én, ki jobb. Mindegyik ugyanúgy hazudik. Erre vannak kiképezve, hogy hazudjanak. Így vannak kiválogatva, hogy hazudjanak. Ebbe jók. De ez se zavar. Még így sem mondom azt, hogy rossz emberek. Félre vannak vezetve, az kész. De az üvegplafon ezt jelenti. Szóval ő neki meg se fordult a fejébe, hogy arról az üvegplafonról beszéljen, amire ott az emberek gondoltak, akik ott tapsoltak neki. Ő a kupoláról beszél. Arról, hogy ők azon dolgoznak, hogy a teremtőt letaszítsák a trónról. Azért, mert ők egy másik vallásban hisznek. És nem jutottunk el a gnoszticizmushoz megint. De Szofia az, vagy Vénusz, vagy Istár, vagy Isis,
vagy Semiramis, vagy a Szűz Mária, ez mindegy és ugyanaz. Ő az, akit ők szolgálnak. Aki teremtette a Biblia Istenét úgy, hogy az nem tudja. Ez az, amiben ők hisznek. És ők őt szolgálják, ők úgy hiszik, hogy ők le tudják győzni. Úgyhogy ez egy óriási küzdelem a két oldal között. Ahol a hazugság és az igazság küzd. A világosság és a fény. És a legtöbb ember egyelőre úgy tűnik, hogy a sötétséget választja, amit ma úgy hívnak, hogy tudomány. Amit ma úgy hívnak, hogy általánosan elfogadott tény. Ez a sötétség. Na nézzük. Gondoltam, is engedélyezte nekünk, hogy állatokat együnk, bár elinte csak növényeket adott engedélyezte, így van. Maga az ember, akinek birtokában a tudás, gnosis, isteni tudás. Így van, ezt gondolják az emberek, hogy az emberben benne van az isteni tudás. De hát ez úgy tűnik, hogy nem így van. Következő. Nem tudom, hogy ez ennyire nem lesz idő, mennyi kérdésre már most, ne haragudjatok. Csillagullásnál mi történik? Közlekednek a két dimenzió között, vallási kreáció, így van. Lucifer, hol van ez? A Vénusz bolygó neve, ami az ősmagyar vallásban a mennyország kapuja. Pontosan Robertnek igaza van. A Vénusz az Lucifer másik neve, így van. Hajnalcsillag amúgy. Azért, ha nem volt ősrobbanás, az is hihetetlen, hogy valakivel kérdítőszak mindent. Pontosan! Hihetetlen azért, mert eltávolodtunk ettől, de képzeld el azt, hogy ha úgy éljük le az életünket, mint ahogy azok az emberek leélték. Hogy folyamatosan ezzel foglalkoznak, hogy az igazságot hallod gyerekkorodtól kezdve, nem a hazugságot, akkor most egy egész más világ élne. Szientológiába bele sem megyek, most ne haragudj, legközelebb, ha esetleg lesz idő, de az ugyanolyan hoax, mint az összes többi. Van olyan embercsoport, aki tudja, hogy a gonosz szolgálja pontosan, hogy van? Ezt úgy hívják, hogy az elit, aki a világot uralja és irányítja. Minél magasabb pozícióba kerülsz, annál több áldozatot kell hoznod, és annál közelebb kerülsz Luciferhez és azokhoz, akik irányítják a világot. Ez így van kitalálva. A teremtő átadta a világ irányítását nekik azért, hogy lebüntessen minket az engedetlenségünkért. De mindenki, aki visszatér hozzá, az ebből kikerülhet. A többit meg azok majd elintézik. Lucifer uralma meg az elit egy büntetés az emberiségen azért, mert elfordultunk attól a rendtől, amit a teremtő kialakított. Miért akarja összetörni a búrát? Azért, mert tudja, hogy az mögött van a teremtő. Pontosan az irányítás elve fontos számunkra. Oké, Elohimet nem találhatjuk meg magunkban mara. Amiről beszélsz, az a New Age, úgyhogy én azt elfelejteném, azt a gondolatmenetet. Az ember eredendően gonosz, és szüksége van a teremtő szavára, arra az igazi tudásra, ami tőle jön ahhoz, hogy megváltoztassa az életét. Ha meglenne az emberben a tudás, akkor nem lenne szükség semmire, csak leülni, azt gondolkozni. De hát az óriási problémákat szülne, szerintem abban egyetértünk. A reformátusok megszabadultak a bálványszobrokról, és a Bibliát tekintik igazi forrásnak, csak nem úgy élnek, az a probléma. Én mondhatom azt, amit akarok, de igazából a cselekedeteim lesznek azok, amik meghatározzák, hogy mi az, amit hiszek. Ez a probléma a keresztényekkel, hogy egy dolgot mondanak és egy dolgot csinálnak, ezért fordulnak el ettől a vallástól egyre többen szerencsére, vagyis hát hála Jahuának. Mindjárt végére érek és befejezzük. 50%-ére a 100-as IQ-t, nekem egyszer teszem 118-et, a 80%-a nem éri el. Ó, hát good luck! Arra gondoltam, hogy tudatosan döntösen szolgáltam el. Így van, pontosan. Tudatosan dönt, és úgy gondolják, hogy ő nyerni fog. Hogy ő valóban Szofia, aki teremtette Jávét, és utána Jáve nem tudja ezt, és ő csak így randalírozik a világban, de Szofia közben uralkodik. Szóval, és úgy gondolják, hogy a tudás segítségével vissza tudnak jutni, képesek úgy együtt dolgozni, hogy kijussanak innen a tudás segítségével, a technológia segítségével, ezért szolgálják Szofiát. Szóval ők tudatosan, csak hát nem tudják, hogy ez egy hazugság. Beszakadhat a búra? Nem. Soha. Nem. Ez ki van találva okosan. Így van. Az élet meg van bundázva, ja. Oké.
legközelebb folytatjuk. Az LSD jó vagy rossz? Minden drog rossz. Nagyon rossz. Én ez... Bízhatsz bennem. Nagyon rossz. Minden drog nagyon rossz. Oké, okay, mondd már meg, a teremtő hogy jött létre, ha van teremtő, semmiből hozta létre a mindenséget. Nem tudom, hogy jött létre a teremtő, ezt nem írja le a Biblia, hogy hozta létre a mindenséget, úgyhogy azt mondta, hogy legyen és lett. Ez 1 Mózes 1, hogyha ha érdekel, akkor olvasd a Biblia első fejezetét, és akkor ott leírja, hogy hogy jött létre. Ha kételkedni akar valaki ebben, vagy vitatkozni vele, az egy nagyon rossz hozzáállás. Úgy értem, hogy akkor nem lehet megtudni az igazságot. Ehhez akarni kell megtudni az igazságot, bármi is az. Feltételek nélkül. Nem teremthetünk feltételeket, hogy majd elfogadom, ha ez lesz, vagy ha az lesz. Vagy ha egyezik azzal, amit a tudomány elfogad. Mert azzal sose fog egyezni. Ádám Molnár, amit te mondasz itt, hogy a helyes vallás, ami fenntartja a változás jogát, és meg tudja érteni azt, hogy a lelki fejlődés végtelen és határtalan, olykor még a tévedés lehetőségét is megenni, nem ez lenne a szeretet része? Nem. Ez a New Age szerinti szeretet. Ez az, amit az ember definiál úgy, mint szeretet. A szeretet az engedelmesség a teremtő parancsolatainak, és megérteni azt, hogy ő tudja, hogy mi a jó nekünk, úgy, ahogy egy jó apa tudja, hogy mi a jó az ő gyermekének, és segíti azt. Az, amiről te beszélsz, az gyakorlatilag ugyanaz, amiről mindvégig szó volt, ami a gnoszticizmus, hogy az ember tudni fogja, hogy mi a jó neki. Illetve az a majom szeretet, amiről beszélsz, amikor azt mondom, hogy szeretlek, de igazából egy pontig szeretlek csak, amíg... Mint amit mindenki mondogat, hogy ő szeret mindenkit. Persze, szeretek mindenkit mindaddig, amíg nem kell tenni valamit. És akkor utána az kiderül, hogy mennyire. Úgyhogy sajnos nem azt kell, hogy mondjam. Teremtő mindig is volt, így van. Miért nem? Jó, oké, katolikus biblia kapcsolatban a fényolás. Pillanat, csak még... Mikor lettünk engedetlenek? Hát gyakorlatilag az első pillanatban úgy tűnik, legalábbis abból, amit leír a Biblia a harmadik fejezetbe. Mikor megteremtette őket, azt megmondta nekik, hogy ne egyenek róla, a következő sztori az, hogy azok már zabálják. Úgyhogy igazából ez az ember benne volt a kezdetektől fogva. Meg benne is van mind a mai napig, ha magában néz mindannyian, beleértve magamat, és akkor látja, hogy ez eredendően benne van az emberben, hogy engedetlen legyen. Ez az, amit le kell győznünk. Halleluja. Oké. Nem is tudom, mit akartam. Jaj, a kedd. Szóval kedden találkozunk, és én garantálom mindenkinek, hogy nagyszerű lesz. Oké? Okay? Szóval én ott lennék, mint ahogy én ott leszek, de mondom, számos olyan dologról lesz szó, ami szerintem rendkívül érdekes, meg szórakoztató is. Úgyhogy mindenképpen kedden 20:30-tól találkozunk ugyanitt, kedden 20:30-tól, és egyelőre itt ennyi. Vasárnap a Yahoo útján, akit érdekel a Saul vagy Pál római levele, hogy mi is az, amiről ő beszél valójában, ez lesz ott. Aztán remélem, hogy mindenki valamit tanult, és igazából mondom, nem, a cél nem az, hogy én nem is akarok meggyőzni senkit, mert tudom, hogy nem lehet. Meg nem is, hogy mondjam, már nem úgy tekintek erre az egészre, mint régebben. Szóval én elfogadom, hogy mindenki másképp gondolkozik, de szeretném, hogyha minél többen eljutnának ide, és megértenék, hogy amiről beszélek, az egy sokkal nagyszerűbb élet, mint amit valaha is gondoltak erről, vagy álmodtak volna, hogy az élet maga. És most ezt egyáltalán nem úgy mondom, mint egy keresztény, hogy térj meg, az milyen jó lesz. Hanem ez valóban egy sokkal teljesebb élet ahhoz képest, amit a legtöbb ember gondol. Hogy ez a fajta életforma, amiről én beszélek. De remélem, hogy tőleg ez kiderül. Szóval mindenkinek a legjobbakat. Találkozunk legközelebb vasárnap a Yahoo útján, és itt kedden 20:30-tól meg fogjuk nézni a műholdakat, a tenger alatti káberrendszert, és azt, hogy mi a legújabb álláspont arról, hogy a hold hogyan keletkezett. Mit mond a tudomány? Oké, úgyhogy mindenki vigyázzon magára, halleluja!